Nagyon örültem a díjnak és megtiszteltetésnek vettem, árulta el Futóné Szabó Margit, a Karcagi Általános Iskola és Alafokú Művészeti Iskola Kiskulcsosi Általános Iskolai Tagintézményének pedagógusa. Nagyon örültem a díjnak és megtiszteltetésnek vettem, most is elérzékenyülök tőle. Igazán köszönhetem a tantestületnek, aki mögöttem állt és mindig segítette a munkámat. Nagyon szeretném megköszönni a vezetőségnek, hogy ők is látták azt az erőfeszítéseket, amit évtizedeken keresztül a kiskulcsosi iskolája tettem, és természetesen köszönöm az önkormányzatnak, a képviselőtestületnek, polgármester úrnak, hogy ők is messziről látták ezt a szakmai tevékenységet. Mondta a díjazott, akinek pályaválasztása tulajdonképpen gyerekként eldőlt, hiszen pedagógus volt édesanyja is. Hát valahogy a testnevelés volt az alap, mert hogy sportoltam kicsi koromtól kezdődően, az Arany János úti általános iskolába jártam, már ott elkezdtem az atlétikát, még Tömöri tanár úr vezetésével, illetve a tornát, amelyet a gimnáziumban is folytattam. És igazán a másik szak volt a kérdéses, sokáig érdekelt az idegen nyelv, az orosz, illetve a földrajz, amit nagyon szerettem, de valahogy a matematika világa is mindig elragadott. Úgy gondoltam, hogy az nagyon könnyű. Egészen könnyű is volt ez az érettségig, természetesen a főiskola világa az más volt. És nem volt egyszerű, mert abban az időben csak a 80-as évekről beszélünk. Szombathelyen és Szegeden indult, úgyhogy Szegeden is mi voltunk a második évfolyam, aki ezzel a párosítással végzett. De nagyon örültem, mert úgy gondolom, hogy a későbbi munkámban, a gyerekek megismerésében teljesen két különböző területről beszélünk, és más-más oldalról tudtam a gyerekeket megismerni és fejleszteni. 83-ban, mikor végeztem, a férjem Bárándi, ebből adódott, hogy a pályánkat Bárándon kezdtük, úgyhogy 2 tanévet Bárándon dolgoztam. Nagyon szerettem egyébként ott lenni, és az érdekessége még az, hogy abban az időben a 3. osztálytól kezdték el a szakos oktatást, úgyhogy én 3.-4. osztályban már tanítottam matematikát, ami egy külön varázslatos világ, úgy gondolom, az alsó tagozat, illetve egészen 8.-ig. Meg az érdekessége még az volt, hogy ott nemenkénti bontásban tanítottuk a testnevelést, és én a fiúkat kaptam, úgyhogy érdekes nálunk ez a fiú orientáció, ez aztán végig kísérte az életemet. Majd a Kovács Mihályban dolgoztam egy évet Gyes mellett, és így kerültem 90-ben, mikor a középső fiam másfél éves lett a kiskulcsosi iskolába, ahol aztán végül ott maradtam 90 óta. Sorolja Futóné Szabó Margit, aki igyekezett megszerettetni a gyerekekkel a sportot és a matematikát is. A sport az, tehát adta magát valóban a szép füves környezetbe, hogy az állóképességi sportok igazán afelé mentünk el, a duatlon, a triatlon, az atlétika versenyek, illetve hát a matematikában az érdekesség az, hogy minden osztályba kerül egy kis mag, aki olyan tehetséges és érdeklődő, hogy játékos feladatokkal lehetett őket motiválni, és valóban az Rényi matematikától kezdve az alapműveleti matematika versenyek, a Curie matematika versenyek, mind más-más területet fejlesztettek a gyerekeknek, de igazán játékosak, érdeklődők, keltőek voltak, és szívesen csinálták ezek a tehetséges gyerekek, és én mindig is hangsúlyoztam az iskolámba, még a vezetői tevékenységem alatt is, hogy mennyire fontos a tehetséggondozás, és ebből azért profitáltak a kollégák is. Futóné Szabó Margit azonban saját maga is sokat tanult alapdiplomája mellé, hogy segíthesse kollégáit, tanítványait. Ahogy beindult az informatika világa, és fontos volt a digitális oktatás, akkor hangsúlyoztam az ECDL tanfolyamot, illetve volt ez az uniós pályázat, amiben a tantestület tagjait sikerült rávenni, hogy mi is elinduljunk. Az érdekessége ez volt, hogy 15 főt, ugye mi nagyon kicsi tantestület voltunk, szinte mindannyian egy szinten haladtunk,
és a férjem volt az oktató, mint informatika tanár, úgyhogy így végeztük, és nagyon sokat jelentett a mindennapi munkánk, majd később az online oktatásba profitáltunk ebből, illetve nemrégiben a geomatek tanfolyamot végeztük el, amit szintén azt mondanám 12-en a tantestületből, hogy majdnem mindannyian, és sokat segített az oktatásba, hiszen látni kell, hogy a gyerekek már most leginkább ebben az irányban érdeklődnek, és ezek a játékos feladatok, ezeket az online feladatokat nagyon szívesen végzik. A kiskulcsosi iskolában a szülői közösség mindig nagyon összetartó volt, ami segítette a tanárnő vezetői munkáját is. Ecsedirén igazgatónőtől vettem át ezt a hagyományt, hogy minden évben tartsuk meg. Ugye volt Katalin bálunk, Erzsébet bálunk, mikor hová tettük igazán, melyik időpontra ezt a bált, de valóban rengeteget tudtunk eszköz. A nyelvi laborunk, a természettudományi laborunk sok szép dolgot, később a kerékpár tározót, vagy a kerítés kezdtük el felújítani. Nagyon lelkesek voltak, valóban a tantestület és a szülői közösséggel együttműködve tudtuk ezt létrehozni. Amit tudni kell, ugye, hogy mind a dekoráció, a műsor, a vacsora nagyon sok munkát igényelt, és minden támogatást megkaptunk a szülőktől. Meg a gyerekek is sokat segítettek ebbe előtte is, illetve az utómunkálatokban, hogy tegyük rendbe utána a tornatermet vissza a tanításhoz. Én mindig azt mondtam, hogy nekem a kiskulcsosi iskola második otthonom, a gyerekek, a szülők, a kollégák a második családom. Ugye az én gyermekeim már kinőttek, és a mostani osztályomnak is mindig azt mondtam, hogy ők az én gyerekeim, pótolják azt a milliót, azt a légkört, ami már innen ugye kirepült a házból. Sokszor úgy gondoltam, hogy talán több időt is töltök az iskolában, mint itthon, tehát ezért is tekinthettem második otthonomnak, de nyilván azért is, mert nagyon jól éreztem magam, és tényleg mind a gyerekek, a szülők, a kollégák nagyon támogatók voltak, tehát azt az eredményt, amit a kiskulcsosi iskolába elértünk, azt közösen értük el. Én törekedtem mindig nagyon a felzárkóztatásra is, ezt a gyerekek is meg tudják mondani, meg alátámasztani, hogy azért igyekeztem minden lehetőséget kihasználni arra, hogy aki lassabban halad, az is a minimum követelményeket teljesítse. De nagyon fontosnak tartottam mind a két területen a tehetséggondozás, mert ahogy mondom, végül is kislétszámú iskoláról beszélünk, de azért tehetséges gyerekek mindig mindenkorban voltak a 80-as években is, és most is, és azt gondolom, hogy nekik pedig a lehetőséget biztosítani kellett. Hát a sport az olyan, hogy amelyik gyerek érdeklődő, őt olyan nagyon nem is kell motiválni, esetleg csak terelgetni kell, hogy mindenki megtalálja a saját tehetségi sportágának való lehetőséget. A matematika pedig megint olyan terület, hogy a különböző feladatokkal, még a sudokót is csináltuk Lévainé Rózsika indítatására, és érdekes volt, hogy néha olyan tehetségeket fedeztünk föl azon a területen, amit esetleg matematika órán nem vettünk észre. Tehát igen, valóban az a fontos, hogy minél több területen próbálkozzon az ember, is lehetőséget biztosítson a gyerekeknek, hogy megmutassák tehetségüket. Az iskola mellett azonban a család is fontos volt mindig számára. Három fia már felnőtt, önálló életet élnek. Három fiam van, úgyhogy nálunk nagyon erős a férfi pártiság, és Lajos fiam, ő 37 éves gépészmérnök, Pesten dolgozik, a középső fiam Zsolt, ő gyógyszerész lett, Pesten lakik és dolgozik, illetve a legkisebb gyermekem Tamás, ő pedig Gödöllőn lakik és Pesten dolgozik. Hát két gépészmérnök lett, úgyhogy látszik, hogy apuka gépészmérnök. Szoktam mondani, hogy a középső fiam, ő egy kicsit más, ő egy kicsit a anatómia, biológia világába vetette be magát, és akkor ő meg gyógyszerész lett. Sikeres emberek, hála Istennek, mindenki megtalálta, úgy gondolom, a számára fontos és érdeklődésének megfelelő pályát.